napot kívánok! Én Salamon Lászlóné vagyok, Nagy Récséről, az önkormányzat kulturális program szervezője, és Nagy Récsén vagyunk az első volt versenyen, amit előtt is első ízben rendezünk meg. Ennek a szervezését az önkormányzat, a Bodzónak hegyét alapítványunk egy pályázatából, és Fölrinci Horváth Gyula segítségével szerveztük meg. Hát 35 fajta bor érkezett erre borversenyre, és ez nagyon szép eredmény első alkalommal, hogy gondoljuk. Most folyik már a borverseny bent a szobába, utána pedig lesz a végén egy gála, ahol itt a helyi két énekkaros csoport énekel, hallhatunk egy kis boros verset, aztán lehet utána nótázni, borozgatni, és egy kis fogácsát hozni. 13 számú bort fogjuk bírálni, tehát a bírálóbizottság arra sem kíváncsi, hogy milyen fajtát hoztak ide nekünk, hogy ki termelte, vagy melyik szőlőhegyen van. Az a kis 1 decinnyi vagy fél decinnyi bor fog versenyezni a többivel. Tehát ilyen módon, még egyszer mondom, semmiféle részrehajlásra maguknak nem kell számítani, viszont mondom, igyekszünk pozitívan. Mindannyian is egyetértésre jutottunk a zsűrivel, ehhez képest fogunk dolgozni. Igyekszünk a borok értékeit nézni. Ettől függetlenül viszont problémás, hibás bor érmet nem kaphat. Tehát a 15-51 pontot kell a 20-as rendszerbe elérni ahhoz, hogy oklevelet kapjon valaki, és 16-51-et, hogy bronzérmet. 17-51-től ezüst, 18-51-től aranyérem. Igyekszünk még egyszer mondom a boroknak az értékeit megkeresni, és azt értékelni, azon kívül viszont abban szigorúak leszünk, hogyha nagyon komoly problémák vannak. Ezt egyébként a megjegyzésbe kértem a kollégákat is, hogy írják le, utána személyesen megbeszéljük a termelőjével, ha igényli.